szerintem érdemes meghalni csak azért, hogy egy dalt eljátszak, és hogyha a babér fejemre kerül, vagy nagyobb nyakamba, vagy hogyha még nagyobb hullahoppozgatva. Sétáljak benne végig majd a főúton, az autók tűkölnek, én meg csak úgy tudom. Rossz helyen sétálok, de járdán nem férek el, mert az én koszorú nagy helyet követel. Magának és végül engem vesz úgy körül, hogy fogja káplárja, és leszek legbelül. Fájó szívemnek csak az a kívánsága, hogy ezt a vonulást, amit én elgássak. Picsák Bencéről valószínűleg senkinek sem egy kopottas Guns N' Roses pólóban 30Y-dalt gitározó fiú ugrik be elsőre, hanem az a triatlonos, aki a tokiói olimpián magából mindent kiadva fekszik az ötkarika előtt, miután hősies küzdelem után hetedikként ért be a célba. A triatlon jelenleg a legfontosabb az életében, de ha kikapcsolódásra vágyik, akkor átveszi a helyét a zene. Amikor Pécsre jöttem, a ballagásomra kaptam egyébként egy gitárt, és azóta gitározom. Hát itt csak így saját magam tanulgattam meg, szóval azt azért nem mondanám, hogy tudok gitározni, de viszont szeretek. Most azért már van egy-két társaság, amikor így előkerül, vagy elviszem a gitárt, vagy összejárok egy-két emberrel, meg most már így a pécsi bandákat is elég jól ismerem. Nagyon-nagyon fontos, hogy szerintem hallgasson zenét az ember, járjon koncertre, főleg itt Pécsen tényleg nehéz elképzelni zene nélkül ezt a város, de szerencsére nem is kell, úgyhogy nagyon szeretek itt lenni, mert én alapból nem vagyok egy ilyen kreatív típus, meg ilyen szabadon gondolkozó, vagy nem tudom, hogy ezt hogy mondjam, de itt mégis annyira szabad itt az élet, hogy egyszerűen nagyon-nagyon jó érzés. Milyen zenéket játszatok szívesen, vagy játszol szívesen? Hát én mindenfélét, amit le tudok játszani, szívesen játszok. Szeretem most már az ilyen éneklősebb számokat, főleg magyar számokat, mert így angolul szeretek énekelni, csak néha nem tudom, miről énekelek, szóval jobban élvezem, amikor tudom. Úgyhogy hát mostanában kaptam rá az elmúlt egy-két évben az ilyen alteresebb vonalakra, főleg az ilyen pécsi bandák dalaira, de hát alapból én a rockzenét szeretem, Pearl Jam, Guns N' Roses, Metallicát is, annyira nem metálos vonalon, de azért az is elég sokat hallgattam, de egyébként tényleg mindenfélét, szóval más stílusokat is hallgatok, hogyha úgy van. Jó, most már egy ilyen klasszikus buliba azért elég nehezen veszem rá magam, hogy bemenjek, ahol azért nem élő zene vagy rockzene szól, de úgy azért nyitott vagyok mindenre szerintem. Miért pont ez a kedvenced a 30Y-tól? Nagyon szomorú számról van szó. Hát én ezt nagyon, nagyon szeretem énekelni igazából, meg ugye a koncert, az első 30Y-on koncertemben, de ez egy nagyon meghatározó élmény volt, amikor ezt a számot előadták. Az anyám sóhajcsó, ez lett az én fiam, pedig nem hittük ezt, amikor boldogan. Otthon ültünk és vártuk már nagyon haza, 15 volt és még nem volt soha csaja. Nem volt mi, nem volt mi, nem volt mi, nem volt mi. Hogy nem tudtunk legalább mi szülők róla, de hogy kirúgták, hazajött, azt mondta. Bocs, ne alej tőle, annyi már szentesnek, gimnáziumnak meg, szülői terveknek.